Gyurcsány Ferenc szerint vereséget szenvedtek a választásokon, és ilyenkor jönnek a kérdések, amelyekre választ kell adnia. Ezek között merül fel a lemondás is. A volt miniszterelnök bejelentette, nem áll meg a demokratikus koalíció a választások után, és már most megbeszélések és tanácskozások sorai érik egymást. A Republikon Intézet kuratóriumi elnöke úgy véli, nagy bukásokat is meg lehet úszni, de nem lehet következmények nélkül hagyni. Kár lenne nagyon cizellálni a dolgot, mert egyszerűen is meg lehet fogalmazni, vereséget szenvedtünk a múlt hét végén. Így kezdte a választás értékelését 10 nappal a voksolás után egy bő 2,5 perces videóban Gyurcsány Ferenc. A DK-MSZP párbeszéd közös lista mindössze 8,3%-ot kapott az európai parlamenti választáson, miközben 5 éve például csak a demokratikus koalícióra csaknem 560 000 szavaztak. Miért történt mindaz, ami történt? Miért szenvedtek vereséget? Kik a felelősök? Le fog-e valaki mondani? Bárki, de hát legtöbbször nyilván az elnök neve merül ilyenkor fel, és jön a kérdés, hogy hogyan tovább? Gyurcsány szerint ezek mind olyan dolgok, amelyekkel szembe kell nézniük, az erre érkező válaszokat pedig meg kell fontolniuk. Akik ismernek engem, azok szerintem sejtik, hogy nekem egyik-másik kérdésre nyilván van válaszom. A DK elnök egy nemrég közzétett Facebook bejegyzésében azt írta, idézem, megbeszélések, tanácskozások érik egymást. Az elég világos, hogy erős kohézió tart össze bennünket. Ez nem változott? Folytatjuk. Nagyon nehéz talpra állni, mikor az ember ekkorát bukik. A Republikon Intézet kuratóriumi elnöke úgy véli, nagy bukásokat ugyan meg lehet úszni, de mindenképpen következményekkel kell, hogy járjon. A választás előtt elbukott már a Gyurcsány projekt, azt kell mondanom. Ami igazán súlyosabb a vereségbe, hogy még a felszíne maradás, tehát a 11-néhány százalékos választási eredmény is elbukott az utolsó pillanatban. Olyan elszívó ereje volt a Tisza pártnak, annyira visszahúzta ez az óbaloldal megjelölés, ami egy végtelenül szellemes és nagyon karaktergyilkos megjelölése a Gyurcsány projektnek, hogy bedőlt tulajdonképpen az utolsó pillanatban ez az egész dolog. A szakértő Gyurcsány Ferenc esetleges lemondása kapcsán azt mondta, a baloldal mellett a jobb oldalnak is nagy kérdés lenne, hiszen a kormány rengeteget költött a Gyurcsány karakter felépítésére, ez esetben új ellenséget kellene kreálni a Fidesznek. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy lesznek személyi felelősségre vonások a demokratikus koalícióban. Azt, hogy ez a személy, akit ebben az ügyben felelősségre vonnak, az Gyurcsány Ferenc legyen, azt viszont nem látom. Ezt már a Nézőpont Intézet elemzője mondta a híradónknak. Erdélyi Rezső Krisztián úgy látja, Gyurcsány Ferenc nélkül a DK értelmezhetetlen, hiszen a párt magszavazói Gyurcsány Ferenc miatt fogsolnak a pártra. Innentől kezdve, hogyha úgy tetszik, a demokratikus koalíció sorsa az nem egészen a saját kezében van. Nyilván ők mindent meg fognak tenni azért, hogy visszakapaszkodjanak és újra megerősödjenek. De az, hogy ők tudnak erősödni vagy nem, az nagyban függ attól, hogy a következő időszakban, tehát mondjuk a 2026-os parlamenti választásokig, hogyan alakul Magyar Péter pártjának a megítélése. Kerestük a demokratikus koalíciót az ügyben, azonban nem kívántak reagálni.